Az oktatás kérdések kiemelt téma volt a találkozón. A magyar nyelvű tankönyvek oktatásban betöltött szerepéről, az anyanyelven történő továbbtanulás lehetőségeiről is szó esett. Kiemelték, hogy a fiatalok megszólítása a legfontosabb. A Magyar Nemzeti Tanács és a Pannon RTV közös projektjéről, a magyar nyelvű távoktatás videók rögzítéséről is beszámoltak. Több ezer felvett videóanyag segítette a fiatalokat a tanulásban. Azt látjuk, hogy az oktatás területén tudjuk leginkább azokat az jogokat érvényesíteni, és a legnagyobb megértés ott van, hiszen nyilvánvalóan a többség, a szerbség számára is a kis közösségek, a diaszpóránban az oktatás mind-mind sokkal közelebb áll hozzájuk, és sokkal inkább érzik, és a saját bőrükön is tapasztalják azt, hogy mit jelent kisebbségi léthelyzetben megmaradni a saját közösségében az embernek, megmaradni úgy, hogy anyanyelvét megőrizze, és hogy a szülőföldjén úgy érezze, hogy nem elesett ember, hanem büszke kisebbségi magyar ember lehet. A kisebbségi jogokkal kapcsolatos törvények nincsenek összhangban, mondta el Hajnal Jenő. Az MNT elnöke hozzátette, ezért születhetett meg egy olyan tájékoztatási stratégia is, amely sérti a kisebbségi jogokat. A kulturális törvény módosításaival kapcsolatban hatalmas küzdelmet kellett folytatni, hogy elérjük, hogy a nemzeti közösségek jogai mégse sérüljenek. Az emberi és kisebbségjogokért, társadalmi párbeszédért felelős miniszter elmondta, a következő periódusban közösen szeretnék realizálni az oktatási és kulturális célokat. Mi želimo da manjine kažu kakvu Srbiju žele da u njoj žive 2030. Samo ako tako budemo zajedno pisali, onda će ona biti dobra i za većine i za manjine. A kulturális intézmények közösség összetartó erejéről is szó esett. Továbbá kiemelték a vajdasági magyar sajtó fontosságát. Gordana Csomics példaértékűnek nevezte a Magyarországgal való együttműködést is.